milyen feladatokat válasz be az Egyesületnél? Én már 2 évvel segédedzőként tevékenykedem a Krisztál SC-ben. Tulajdonképpen az edzéseken, ugye, mint edző, a versenyeken is ott vagyok, felkészítem a gyerekeket, sminkelés, hajkészítés, mindent, ami így az edzői feladatok közé tartozik, mindent elvállalunk, és mindent teljesítünk. Ezen belül még, és ezen kívül a gyerekekkel való kapcsolattartásban milyen szereped van, ha van? Tulajdonképpen nagyon jó viszonyt ápolunk szerintem a gyerekekkel, megvan azért a kölcsönös tisztelet, az edzés időben nyilván az edzésen van a fókusz, de beszélgetünk velük egyéb dolgokról is, azért így megismerjük a gyerekeket, ápolgatjuk a lelküket, hogyha arról van szó, úgyhogy szerintem nagyon jó viszonyban vagyunk így a gyerkőcökkel. Azon kívül, hogy hatalmas sikereket értetek el, mi az még, amit adhat ez a sport ezeknek a lányoknak? Nagyon sok fegyelmet tanulnak, nagyon talpra esettek lesznek, önállóságot tanulnak, mindent, ami így a felnőtt és válláshoz majd szükséges lesz, azt itt meg tudják tanulni. Én is ebben nőttem fel, ezért én azt gondolom, hogy a társaimnál sokkal talpra esettebb vagyok, ennyi idősen is, úgyhogy sok mindenben hozzájárul így a személyiségük fejlődéséhez. És egészségügyileg, vagy fizikálisan, akár a tartás, a gerinc egészsége továbbiakban a felnőtt korukra, ha nem is maradnak ebben a sportban versenyszerűen, ad ez valami pluszt? Természetesen nagyon sok pluszt ad maga a sport. Ez a sport különösen a tartásukon javít, az állóképességük sokkal jobb lesz, fejlődik, az izomzatuk is teljesen máshogy alakul, mint egy olyan gyereknek, aki nem sportolt kis gyerekként, tehát kicsiként, felnőttként is azért meglátszik, hogyha aktívan sportol gyerekként az ember. Úgyhogy sok jó tulajdonsága van ennek a sportnak. Hány éves kortól tudják elkezdeni a lányok, és csak lányok tudják ezt elkezdeni, illetve a kezdésnek van-e felső korhatára? Természetesen nem csak lányoknak van ez a sport, tehát fiúkat is várunk sok szeretettel. Eddig egy fiunk van, de ő nagyon kitartó és csinálja. Tulajdonképpen 3-4 éves kortól várjuk a gyerekeket. A legfelső korhatár az ilyen 10 év mondjuk, mivel azután már nagyon sokkal nehezebb, mondom inkább, sokkal nehezebb az izmokat nyújtani, fejleszteni, úgyhogy ilyen alsó tagozatos gyerkőcöket várunk főként. Hogyan jött létre, és mikor az Egyesület, és minek mentén, vagy milyen gondolat mentén hoztátok ezt létre? 2004-ben hozta létre az én edzőm. Én még ebben a színekben is indultam, amikor anno még versenyeztem, és 2007-ben vettem át az Egyesületet, amikor az én edzőm külföldre utazott.
és azóta én csinálom, ott ritmikus gimnasztikával foglalkoztam, és 2013-ban elkezdtük a látványtáncot is csinálni a ritmikus gimnasztika mellett. Ugye a látványtánc egy kicsit lazább, egy kicsit ott nincsenek olyan szintű szabályok, mint a ritmikus gimnasztikában, és itt sok kisgyerek megtalálja az örömét, és az, hogy ő ebbe tényleg, hogyha küzd és dolgozik, akkor ott tud állni a dobogó tetején. Tehát akkor ez egy kicsit szórakoztató műfaj is, annak is, aki műveli. Igen, így van. Itt mindig meg szoktuk beszélni, hogy milyen karakter legyen, ugyanis itt jelmezekben vannak, tehát ez egy teljesen más műfaj. Attól függetlenül a ritmikus gimnasztikának az alapjait vesszük, és ugyanúgy megtanulják azokat az alapelemeket, ugrásokat, és ugye hajlékonysági elemeket, amit a ritmikus gimnasztikában. Egyelőre itt még nem kezdtem el, mert ahhoz sokkal többet kellene edzenünk. Mennyit edzetek most heti szinten? Heti szinten most 3 alkalommal edzünk, 2-5 óráig van edzésünk, és az ovis csoport pedig heti 2-szer, és nekik 1-1 óra. Hány éves a legfiatalabb tanulótok? A legfiatalabb 4 éves, és nekik igazából ez az év, tehát az első év, amikor ide járnak, itt az, hogy megszerettessük vele a sportot, a mozgást, a kis társaságot, itt nagyon jó kis barátságok alakulnak ki, és van nekik egy kis délutáni elfoglaltságuk. Itt a környező településekről járnak a gyerekek, Balatonfenyves, Boglár, Buzsák. És hát akkor beszéljünk a két boglári kislány sikeréről, hogyha erről pár mondatot mondanál, ezzel tele volt a sajtó, vagy hát a környékbeli sajtó. Nagy dolog ez, világbajnokságot nyertetek. Tehát amikor mi ugye most itt ugye 3 éve foglalkozok a gyerekekkel, és a Maja, ő boglári kislány, ő ugye egy éve jár hozzánk. És hát gondoltam, hogy megpróbáljuk, mert igazából ő tovább jutott erre a versenyre, és nagyon szépen szerepelt Rómába, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, hogy megnyerte. Gratulálunk nektek ehhez. Mi kell ahhoz, hogy valaki egy éven belül ilyen sikeres legyen ebben a sportban? Igazából itt a kitartás, az akaraterő az, hogy ő hazament, és otthon is mindig az anyukája küldte nekem a videókat, hogy otthon is csinálja, YouTube-ot nézte, és onnan, hogy hogyan tudná azokat az elemeket ő megcsinálni, tehát igazából ez a kis szorgalom és alázat, ami kell. Szerinted mit ad ez a sport a gyerekeknek? Én bejártam a világot, ugye én olimpiai kerettag voltam, válogatott voltam több éven keresztül, nekünk nagyon nagy boldogság volt, amikor megnyertünk egy versenyt, egy országos bajnokságot. Ugye ez nagy szó volt, az iskolában is azt támogatták, tehát az iskola is nálunk úgy állta ez hozzá, hogy ha én egész hétvégén versenyen voltam, vagy edzőtáborban, és én esetleg, ne egy Isten, elaludtam az órán, akkor a többiek csendben voltak, mert a Zsanett versenyen volt, ugye mi egy sportosztály voltunk, tehát azért itt más is járt így. Én úgy gondolom, hogy egy szakmát adunk a gyereknek a kezébe, tehát ugyanúgy, ahogy én is tovább vittem ezt, mert imádtam csinálni is, és most tanítani is nagyon szeretem. Én úgy gondolom, hogy ő nekik még az egyetem mellett is tudja ezt csinálni, esetleg elkerül Budapestre, Pécsre, bárhova. Ő ezt ugyanúgy tudja űzni ott is, és egy kicsit kikapcsol, tehát én úgy gondolom, hogy ők ezt nem fogják abba hagyni sose.